Szlezák. Egressy és Geres. Egressy középen, Tiefenbach üresen. Tiefenbach! Az első nagy helyzet a 7. perc végén. Egressy. Gólhelyzet, Turi, Szlezák és Sáfár. Itt még sikerül menteni, aztán jön Szlezák, átnyesni akarta érzésem szerint a kapuson, külsővel. No, itt meg a másik oldalon, gól! Fischer, óriási hiba! Füzesi nem találja el fejjel, Fischer pedig igen. Szűcs itt már tehetetlen, hiszen kiindult a kapujából, nem számíthatott arra, hogy Füzesi nem találja el a labdát. A második újpesti szöglet, a 27. percben járunk. Weber. Jenei. Még jó lehet, olyannyira, hogy gól. Bérci. 1-1 a 27. percben. Jesse nem tudta megakadályozni az újpesti gólt. Bérci már itt egy kicsit szerzi magának a teret, aztán megelőzi Jesse-t és Sáfárt is. Füzesi. Megpattan és óriási bravúr Sáfár részéről. Azonnal kellett reagálnia. Az volt a szerencséje, hogy nem a másik sarok irányába pattant a labda. Turi. Gólhelyzet, Jenei, Sáfár. Bevallom őszintén, Mónos, valamint Jesse teljesítmény eddig nem kápráztatott el engem személy szerint, de hát ez az én személyes véleményem. Közben Turi! Nagyot repült Sáfár. Jesse. Jenei jön vele vissza, Jesse. Füzesi. A gólnál nagyot hibázott, de egyébként nem játszik rosszul. Georgievich. Egressy felé, még gólhelyzet, Weber, gól. 48 másodperc telt el a második félidőből, Weber György góljával vezet az UTE. Georgievich beadása után már Egressy gólhelyzetbe kerülhetne, aztán Weberé, és nagyon higgadtan kilövi a hosszú sarkot. Ezt még sikerül elkanalazni a Geresnek. Weber azonban belövi a második vendéggólt. Harmadik perc a második félidőben. Váci. Sí! Nem volt bent. Azt mutatják, hogy Szűcs már a vonalon túlfogta meg a fejest. Nézzük meg még egyszer. Átjön a szabadrúgás a túloldalra. Jesse. Ez jó lehet. Fischer! Nem talált el Teli Rüsztel, Fischer Pál. Kitűnő a keresztbeívelés. Kicsit lecsúszott a lábáról. Váci szöglete. 86. perc. Fischer! Gól! Galasek! Meghozta eredményét tehát az, hogy a Vasas Kaszino Vigadó beszorította az Újpestet. Érdemes megfigyelni, hogy három Vasas Kaszino Vigadó játékos tudott volna fejelni, végül Fischer és Galasek, majd a kapu. 2-2, 4 perccel a befejezés előtt.